Jó reggelt adjon Isten mindannyiunknak 2023. február 16-án csütörtökön. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, hadd adjunk hálát azért, hogy ha ma felkelhettünk az ágyunkból. Ha volt hozzá erőnk, hogyha nem vagyunk betegek, köszönjük azt, hogyha végezhetjük a feladatunkat, és kérünk, te őrizd meg bennünket, és add, hogy ha van rá mód és lehetőség, akkor mi se betegedjünk meg. Akik betegek, azoknak tudjuk a gondjait hordozni. Hadd imádkozzunk értük, hogy gyógyítsd meg őket, és kérünk, hogy mindazt, ami szükséges, a mai napon is te rendeld ki. Tégy így a te igéddel is, hogy megérthessük azt, aszerint élhessünk. Kérünk, Szentlélek Isten, légy közöttünk az Úr Jézus Krisztusért. Amen. A mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszt olvasom, a Lukács írása szerinti evangélium 17. részéből, a 20. verstől a 37. versel bezárólag a következőképpen. Amikor a farizeusok megkérdezték tőle, tudnélik Jézustól, hogy mikor jön el az Isten országa, így válaszolt nekik. Az Isten országa nem úgy jön el, hogy az ember azt előre kiszámíthatná. Azt sem mondhatják, íme itt vagy íme ott van, mert az Isten országa közöttetek van. A tanítványoknak pedig ezt mondta. Jönnek majd napok, amikor szeretnétek akár egyetlen egyet is látni az ember fiának napjai közül, de nem láttok. Ha ezt mondják majd nektek, íme ott vagy íme itt van, ne menjetek oda és ne fussatok utána. Mert ahogyan a villám az egész égbolton egyszerre villan fel és fénylik, úgy jön el az ember fia is az ő napján. Előbb azonban még sokat kell szenvednie, és megvettetnie ettől a nemzedéktől. És amint Noé napjaiban történt, úgy lesz az ember fia napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek egészen addig a napig, amíg Noé be nem ment a bárkába. Azután jött az özönvíz, és elpusztított mindenkit. Éppen úgy lesz, mint ahogy Lót napjaiban történt. Ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, építettek, de amely napon Lót kiment Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és elpusztított mindenkit. Ugyanígy lesz azon a napon is, amelyen az ember fia megjelenik. Aki azon a napon a háztető lesz, a holmia pedig a házban, ne jöjjön le, hogy elvigye. És aki a mezőn lesz, az se forduljon vissza. Emlékezzetek Lót feleségére. Aki meg akarja tartani az életét, elveszti, aki pedig elveszti, megtartja azt. Mondom nektek, azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban, az egyik felvétetik, a másik pedig ott hagyatik. Két asszony őről együtt, az egyik felvétetik, a másik pedig ott hagyatik. Ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Azok pedig ezt kérdezték tőle. Hol, uram? Ő pedig így felelt. Ahol a tetem, oda gyűlnek a saskesejük is. Eddig a felolvasott igeszakasz. Kedves testvérek, a farizeusok, akik alapvetően próbálják a törvényt megtartani, kíváncsiak arra, hogy meddig kell megtartani a törvényt, mikor jön el az Isten országa, így is fogalmazhatnánk, mikor jön el az utolsó ítélet. És rögtön ezt a két dolgot el kell választani egymástól, erre hívja fel Jézus a figyelmet. Az Isten országa nem egyenlő az utolsó ítélettel. Mert hogy azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. Ez egyrészt jelenti magát Jézus Krisztust, aki ott van, ott és akkor közöttük. Másrészt jelenti azt is, mert hogy így is lehet értelmezni, hogy az Isten országa bennetek van. Hogyan értsük mi? Azt gondolom, hogy az Isten országa továbbra is történik. Ahogyan arról volt már szó korábban. Hogy Isten országa az nem egy távoli elvont fogalom, hanem egy olyan dinamikus jelenség, amely a mindennapokban ott lehet az életünkben. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy hitáltal bennünk lehet. Ugyanúgy, ahogyan az a földbe vetett búzaszem, ugyanúgy, ahogyan az igének a magvai, amely ott van, és amikor eljön az ideje, akkor elkezd kibontakozni. Ez olyan mennyei erőt jelent, amit csak és kizárólag Isten adhat meg nekünk, hiszen az ő országáról beszélünk. Az Isten országa közöttünk van, valahányszor a saját akaratunk helyett az ő igéjének az útmutatását tudjuk követni, és az ő akaratát tesszük. A másik dolog az utolsó ítélet. Jézus nagyon egyértelműen elmondja,
hogy nem tudjuk meghatározni, hogy mikor lesz. Bárki, aki azt állítja, hogy tudja, hogy mikor jön el az Úr Jézus, mikor lesz az utolsó ítélet, az tuti, hogy hazudik. Mert hogy sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Mert hogy azt az Atya a maga hatalmába helyezte, még a Fiú sem tudja. Tehát, hogy mikor lesz az utolsó ítélet, fogalmunk sincs róla. Tudunk azonban sok mindent. Egyrészt, hogy egyértelmű lesz. Ahogyan a villámlás egyszerre jelenik meg az égen, úgy egyértelmű lesz az, hogy mikor jött el az utolsó óra. A mi feladatunk, hogy felkészüljünk rá. Erről is volt nem olyan régen már szó, hogy mint a tolvaj úgy jön el abban az órában, amikor nem is várjuk, és a mi feladatunk, hogy felkészüljünk. Van Kovács Ákosnak egy zeneszáma, az utolsó hangos dal. És azt gondolom, nagyon megfoghatóan írja le azt, hogy mire is számítsunk. Beleremeg a föld, amikor megszólal, nem fog tetszeni az utolsó hangos dal. Lesz, aki táncol, ünnepel, hogy a megszabadító így jön el. Lehetne tovább sorolni? Ugyanakkor legalább háromszor elhangzik ebben az igében, hogy az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Mit jelent ez? Szól az Úr Jézus másodt is az elragadtatásról, hogy az utolsó ítéletben az övéinek nem lesz része. Nekik nem kell az ítéletre menni, hanem elragadtatnak a mennybe. Nem tudjuk, mikor jön el, de minden nap, minden órában várhatjuk. Mert lehet, hogy 2 perc múlva, lehet, hogy 2000 év múlva. Keresztény nemzedékek sokasága volt, akik várták, hogy még az ő életükbe visszajön az Úr Jézus, de még vár. Még vár, hogy minél többen legyenek, akik megtérnek és új életet nyernek. Tudod, kire vár? Rád vár. Hogy te igent mondj neki. Hogy elkötelezd magad teljesen mellette. Ha pedig ezt már megtetted, akkor buzdíts erre másokat is. Állítólag Luther Márton mondta azt, hogy ha tudná, hogy holnap itt a világ vége, még akkor is ma elültetne egy almafát. Azt gondolom, ilyen a keresztény reménység. Úgy dolgozni, mintha örökké élnék, és úgy imádkozni, mintha ma elkérnék a lelkemet. Valójában mindannyian várjuk a napot, amikor visszajön az Úr Jézus. Mert az a hívőknek az öröm napja lesz. Addig pedig kérjük a mi atyánkat, hogy minél többen legyenek, akik az Isten országa részeseivé válnak, és megtérnek, megszentelődik az életük. Valahányszor történik velünk valami kellemetlen, akár az ujjunkra ütünk, vagy valamilyen sebesülés, azt szoktuk mondani, hogy júj. És ezt azért mondom most, mert ennek a feloldása szerintem az, jövel, Uram, Jézus. Ezzel záródik a Szentírás is a Jelenések könyvébe. Ezt kérjük tőle, úgy, hogy tudjunk mi türelmesek és alázatosak maradni. Ne legyünk olyanok, akik magasabb rendűnek érzik magukat, de hívogasson bátran másokat is az Isten országába. Hogy közöttünk is megtörténjen a csoda, hogy amikor eljön az Úr Jézus, akkor felkészülten találjon bennünket. Jövel, Uram Jézus. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, kérünk, hogy amikor eljön az idő, készen álljunk. Hogy azok közé tartozhassunk, akik felvétetnek, sőt, tudjuk, hogy így lesz, mert te ezt megígérted. Urunk, aggódunk azokért, akik még nem fogadtak el téged. Te légy az, aki szent lelked által kimunkálod bennük a döntést és a teljes elköteleződést. Kérünk, Istenünk, hogy te gyógyíts mindannyiunkat. Te add, hogy tudjunk újra megerősödni, testben és lélekben egyaránt. Köszönjük, hogy a próbákat nem azért adod, hogy elvesszünk, hanem azért, hogy megerősíts bennünket, és te tudsz minket átvezetni ezeken. Kérünk, te áld meg a hét további részét is, és ezután is legyen meg mindenben a te akaratod. Ha jónak látod, állítsd meg a háborút, gyógyítsd meg a betegeket, és amikor eljön az ideje, hadd várjunk téged igazi örömmel. Amen. Együtt imádkozzuk az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Ővé a dicsőség örökkön örökké. Amen. Áldott napot mindenkinek, és gyógyulást a betegeknek.